A járvány idején is folytatódtak a helyi beruházások. Az óvodában egy faszerkezetes zsipongót építettek. A közlekedés biztonságának fokozása érdekében sebességmérő kamerát helyeztek ki, az illegális hulladék lerakásra pedig már tiltó tábla figyelmeztet. A részleteket a polgármester mondja el. Az óvodában folytatódtak a munkálatok, a hetedik csoportszobának a kialakításával célba értünk, mellette a padlástérben egy nagyobb közösségi teret is sikerült létrehozni, az óvoda udvaron pedig történtek, illetve jelenleg is folyamatban vannak új játékoknak a telepítése, illetve egy szanetli, egy faszerkezetes zsibongó épület alakult kialakításra. Felsőpokony a Petőfi utcában egy sebességmérőt helyeztek ki. Miért volt ez fontos? Már tavaly évben is felvetődött annak a szükségessége, hogy a bekötő úton, a főúton a településre érkező személy, gépkocsik, illetve gépjárművek nem a megfelelő sebességgel érkeznek be a település belső útszakaszaira. Ennek megfelelően a költségvetésben terveztünk egy sebességmérő táblának az elhelyezését. A közúttal történt egyeztetés után ez telepítésre került. Jelenleg az elmű szakembereire várunk, akik bekötik majd a készüléket, és utána mérni fogja az autóknak a sebességét. Ennek a programnak a keretében, illetve emellett mind a kamerarendszernek a kiépítésére, illetve további fejlesztésére, illetve a tábláknak a kihelyezésére, mind a kamera, mind rendszerrel kapcsolatban, mind pedig a szemét lerakással kapcsolatban tiltó táblákat helyeztünk ki a településen.